Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Sziesta a Nyíregyházi Televízió műsorán. Érdemes lesz velünk tartani, ma is számos izgalmas témával érkezünk. Beszélgetünk majd a csillagfutásról és a régi Magyarország ízei gasztrorendezvényről, kezdésnek pedig egy nagyon várt gasztronómiai fesztivál, a Tirpák Fesztivál. Talán ez az a rendezvény, amit ősszel Nyíregyházán nagyon sokan várnak, most háromnaposra bűvül a rendezvény, a részletekről pedig már Petenneházyné Bugán Magdolnát kérdezem. Szeretettel köszöntelek stúdiónkban. Köszönöm szépen. Végre három napig élvezhetjük a Tirpák Fesztivál programjait, szeptember 16-ától. Picit mesélj nekünk a részletekről, hogy áll majd össze a program. Nagyon nagy örömmel készülünk erre a rendezvényre, nem csak azért, mert 9. alkalom, ugye kerek évfordulónk lenne, ha az az egy bizonyos év ki nem maradt volna, mint ahogy minden rendezvényből ezt megsínylette. De annál is inkább, mert a tavalyi évben megrendezésre került, sikeres is volt, de a múzeum faluba volt, és nagyon sok észrevételt kaptunk, hogy ez a rendezvény helye, igazi fészke, ez mindig is a Kossuth tér volt, úgyhogy nagyon sok visszajelzést kapunk, nagyon nagy örömmel veszik a versenyzők is, a látogatók is, hogy visszakerül végre eredeti helyére, a Kossuth térre. Valóban az idén három naposra bővült. Három nap alatt azt értjük, hogy pénteken este már ugye egy nagy koncerttel kezdődik, mint ahogy az a városban is látszik, egy Pataki Attila koncerttel fog nyitni a rendezvény. Tulajdonképpen ünnepi része. Azért attól függetlenül, mint ahogy ön is említette, Tirpák Fesztivál, ez elsősorban egy gasztronómiai fesztivál. Amellett, hogy mindig is figyeltünk arra, hogy a tirpák kultúra, és nem csak Nyíregyházáról szólt, hanem a környező településeket is vendégül láttuk, illetve határon túli települések, testvérvárosok is mindig megjelentek a fesztiválon, nem csak vendégként, hanem főzőcsapatként is. Tehát, mint említettem, pénteken nyitókoncert lesz, szombaton tulajdonképpen, hát nyilván mi már 5-6 órakor elkezdjük az előkészületi feladatokat, illetve már pénteken fogják látni a városlakók, hogy valóban meg lesz tartva ez a fesztivál másnap. 10 órakor szokásunkhoz híven lesz egy nagy ünnepi felvonulás, ahol a csapatok bemutatkoznak, egymást is megismerik, a klasszikus nagy fúvósokkal fog történni a bevonulás, a felvonulás a csapatoknak, de közben már az üstökbe, a sátrak mélyén már javába fortyogni fognak az ételek. Az ételekben, mint minden évben, ebben az évben is nagy hangsúlyt fektetünk, próbálunk. Nekünk folyamatosan jeleznek is vissza a városlakók és a vendégek, hogy mit kellene még. Tehát tudjuk, hogy mi az, tudjuk, hogy nagyon népszerűek a káposztás ételek. Itt Szabolcsban ez különösen nagy hangsúlyt fektet. A káposztás ételeken belül is a töltött káposzta, ami kiemelendő. Ennek számtalan variációja is fel, a birkás káposztától a mindenféle káposzta nem létezik, hogy egy csepp is maradjon benne. Amit nagyon keresnek is, pont a szervezőkkel egyeztettünk a tegnapi nap folyamán, érdekes módon én hortobágyi származású vagyok, tehát nekem ez a szívemhez közel áll, hogy a birkapörköltet nagyon keresik. Mindenki mondja, hogy ez egy réteg étel, de igen, itt Szabolcsban is, hiszen azért ezen a vidéken is szép számmal találhatóak meg birkák, és keresik, nagyon keresik az emberek, tehát ez is lesz, erre én vagyok most itt a garancia. Minden évben nagyon keresik, és nem tudnak annyit főzni, hogy el ne fogjon. Ugye ezen kívül minden évben már hagyomány, hogy a városvezetés a szakképzési centrummal karöltve a szombati nap délutánján az eredményhirdetés előtt valamiféle meglepetéssel szolgál a városlakók felé. Erre nagyon készülnek a diákok is, próbákat sütnek, nagyon ez egy tirpák lepény lesz az idén, több ezer darab készül belőle, aki időbe eljön és időbe itt lesz, biztosíthatom, hogy fog jutni, ha még marad hely. Ez évben is, mint minden évben, kóstolójegyek lesznek. A kóstolójegyeket különböző
helyszíneken, különböző árusító pontokon meg lehet vásárolni, tehát nem pénzforgalmú lesz a vásárlás ilyen értelemben, hanem a tiket megvásárlásával, beváltásával fognak tudni a vendégek különböző, hát nagyon sokan visznek elvitelre, nagyon sokan fogyasztanak ott is, megpróbálunk minden igényt kielégíteni, ami elég nagy, mert az elmúlt években mondhatom, hogy szinte mind a 8 alkalommal szombati napon 10 000 adag étel, ami el szokott fogyni, és ahogy beszéltük is a beszélgetés elején, igen, lehet jég, jöhet hó, eshet eső, süthet a nap, ez a rendezvény akkor is népszerű, de természetesen azért szurkolunk, hogy jó idő legyen, különösen azért, mert az eredményhirdetés után próbálunk, hogy még akkor is maradjanak ételek, jön a Tóth Gabi nagy koncert, ami szintén nagy érdeklődésre tarthat számot. És másnap, ugye első nap, a szombati nap mindig a profiké. Ott elsősorban vendéglátóipari egységek, éttermek, különböző szakmai, ugye a gasztronómiai szövetség szervezésében szakmai bemutatkozás van. Egy egészen más jellegű, más stílusú, amit grillbajnokságnak nevezünk, de igazából vannak itt valóban grill ételek, de azért itt is adózunk annak, ami a központi igénye a szabolcsi embereknek. Ezen a napon egy teljesen más csapatösszetétel jelentkezik, tehát vasárnap reggel mi szintén 5 órakor itt elkezdjük a munkát, ami alatt értem, hogy a városi intézmények, rengeteg civil szervezet és mi, mint civil ház, tulajdonképpen ez a mi konkrét szervezési napunk, tehát amikor a csapatokat sorba kell állítani, itt kisebb adagok főznek. Nyilvánvalóan ezek a szervezetek nem tudnak olyan tételbe és olyan mennyiségbe, de annál nagyobb lelkesedéssel jártak már nálam is, jöttek a tört passzúj, tehát ezeket vendéglátóipari egységek annyira nem készítik, tehát nagyon sok érdekes, nem csak sós, hanem édes süteményfélével is készülnek a különböző civil szervezetek, munkaközösségek, városi intézmények, és itt is minden van egy vándorserleg, és minden évben eredményt hirdetünk, és ez a serleg megy tovább, illetve lesz közönségszavazás is, kinek legszebb a standja, tehát ez már egy kicsit játékosabb, ez már egy kicsit felszabadultabb nap lesz a vasárnapi nap, de ezen is színpadi program lesz. Én azt hiszem, hogy sikerül a városnak méltó módon ezt a számunkra ünnepi visszatérő Tirpák Fesztivált megtartani. Még annyit árulj el nekünk, hogy aki esetleg most kedvet kapott ahhoz, hogy az amatőr főzőbajnokságon, grillbajnokságon szerepeljen, vagy elkészítsen valamit, van-e még lehetősége jelentkezni? Így van, még van egy pár nap, mert ugye 17-én van a rendezvény, és nekünk utána térképet kell, különböző igényeket kielégíteni. Nyugodtan jelentkezhetnek a civil házban, Városmajor út 2 szám alatt, bármikor, ha engem vagy kollégáimat keresik, akkor nagy örömmel veszük és helyet fogunk adni. Nem feltétlenül szükséges itt 200-300 főnek sem, de aki úgy érzi, hogy kedve van, meg fogjuk oldani és nagy szeretettel várjuk. Én szerintem minden nyíregyházi nevében mondhatom, hogy ott leszek, és remélem nagyon finomakat fogok kóstolni. Nagyon várjuk a rendezvényt, nektek pedig kitartást kívánunk a koránkelésekhez és az előkészületekhez is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönjük szépen, köszönöm.